A vendéglátó egységek még csak félgőzzel működnek Máriapócson, a hívők még nem veszik igénybe ezek a szolgáltatásait. Szervezett, buszos kirándulások és turisták azonban már egyre többen érkeznek a településre, hiszen június közepétől Hungarikum a kegyhely és a búcsú is. A polgármester szerint ez már kitüntető rang, nem emiatt látogatják a települést, hanem a rendszerváltozás óta kialakult vallási közösség miatt. Ez nem csak az egyház munkájának köszönhető, az önkormányzatnak is jelentős szerepe van a fejlődésben. A két szervezet felosztja egymás közt a feladatokat. Az önkormányzat pedig ott van benne a teljes logisztikával. Tehát a gépkocsik beengedése, a pápatér működtetése, hogy rend legyen a településen, a rendőrséggel, a polgárőrséggel közösen. Tehát kettő együtt nem megy. Ebben mindig vannak, én nem azt mondom, hogy surlódások, de mindig vannak munkaegyeztetések, ami kell. Tehát arról például tudnom kell egy önkormányzatnak, minden önkormányzat ez szerintem ragaszkodná, hogy tudjam azt, hogy most 50 busz érkezik be mondjuk szombaton reggel 8 órakor, vagy 5. Nem mindegy. Nem mindegy a parkolók szempontjából, mert ugye ez a feladat is például ránk árul. A pályázatok jelentős részét az önkormányzat nyújtja be, ezek pedig nem csak az itt lakók, de az ide érkező hívők kiszolgálását is célozza. A polgármester elmondta, a pályázatok megítélésénél figyelembe veszik azt is, milyen feladatot lát el a település, és pozitívan hat az elbírálásoknál, hogy Hungarikum a kegyhely és a búcsú. A pályázatokra folyamatosan szüksége van a településnek. Nagyon örülünk neki, hogy Máriapócs úttörő volt korábban, és az az elődömnek az eredménye, a munkának az eredménye, hogy időben és korán pályáztunk kerékpárútra. Tehát a kerékpárút az Máriapócson beállítottan megvolt. Amikor én 10-ben átvettem, akkor nyertünk hozzá egy külterületi szakaszt, és most sikerült a Pócs Petri irányuló kerékpárútnak a felét felújítani. A kerékpárút nagyon fontos, mert így, ha kiépül, és én úgy tudom, hogy a Kálossemmén Máriapócs szakasz pozitív elbírálás alá dönt. Tehát valamikor a Nyíregyháza Nagykáló, ha megépül, akkor végig lehet majd közlekedni. Máriapócs Kisléta a Nyírbogát irányába elérhető Nyírbátor, illetve Debrecen iránya, illetve Nyírbátor fele pedig Máté Szalka irányába is. Ezeket a kerékpárutakat nem csak sportolásra használják a lakók, a szabadidő hasznos eltöltésére, kirándulásra és munkába járáshoz is igénybe veszik. A polgármester tervei között szerepel egy elektromos meghajtású tisztítógép beszerzése, amely a liturgikus rendet sem zavarja működés közben. Pap Bertalan úgy fogalmazotta, a következő kiugrási lehetőséget egy egyházzal közös fenntartású gyógyfürdő jelenthetni a településnek. Jelenleg 220 főt tudnak elszállásolni az egyházi szállodákban, ez azonban a búcsú kivételével nincs kihasználva, ezen is javíthatna a fürdő kialakítása.